Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Kaló Krisztiánt, autós motoros oktatót üdvözöllek. Köszönöm, szervusz. E, régebben beszélgettünk, akkor a térre készültünk, most azonban egyre többet van már jó idő, így márciusban. E, Kezdjük talán az utakon, hol máshol kezdhetnénk. Mondjuk a motorosoknál, hiszen egyre inkább előkerülnek a kétkerekű járművek. Mit tanácsolsz azoknak, akik csak tavaly, idéző vagy csak tavaly jutják utoljára a motoron? Mit nézzenek át? Önmagukat hogyan készítsék fel egy-egy túrára? Mind a két félnek, tehát mind a járműnek, mind pedig a vezetőjének szükség van felkészülésre. Első körben azt el kell fogadni, hogy kimaradt egy, egy évszak, van, aki mondjuk akár még fél, év, vagy fél évvel ezelőtt ült, utoljára motorom. Ne úgy üljünk föl, mint amikor leszálltunk róla, ne ugyanazzal a magabiztossággal, tudással. Fogadjuk el, hogy egy kicsit megkopott a tudás, újra föl kell eleveníteni a dolgokat. Illetve hát a, a járművel kapcsolatban az alapvető biztonsági berendezéseket kell átvizsgálni, gumiról, világításról beszélünk, a motorosok azért nagyon jól tudják, hogy, hogy mire kell még odafigyelni, tehát itt akár egy lánchajtásról, akár egy szíjas motorról, kardános motorról beszélünk, Ugye ennek a, az alapvető műszaki átvizsgálása, de azért ez nem egy olyan nagy, nagy történet. Szerintem sokkal inkább a magunk felkészítésére kell oda koncentrálni, mert ha valaki úgy tette el télire a motorját, ahogy azt kell, azt tavasszal egy apró átvizsgálás után már üzemkészen lehet is használni. Bukós isakok tekintetében mit javasolsz? Ha egy-egy megcsúszás van, akkor a bukós isak az, az meddig bírja? Tehát hányszor lehet benne esni? Vagy, lehet, hogy ez nagyon laikus kérdés, de szerintem fontos. Persze, igen, fontos dolog. De a bukós isak ugye az egyik legfontosabb és kötelező eleme a, a motorozásnak. Mondanám azt, hogy az egyik legnehezebben gyógyuló testrészünk. Én azt szoktam mondani, hogy egy jó bukós isak és egy jó gerincvédő az elengedhetetlen. Természetesen a többi védőfelszerelés is fontos. De egy bukós isaknál hát oda kell figyelni a, a plexire is. Ugyanúgy kell használni, mint egy, mint egy szemüveget. Hogyha karcos lesz, ha bármi sérülés történik rajta, akkor azokat lehet külön cserélni, cseréljük is le, mert azon keresztül fogjuk nézni minden olyan szituációt, amiben nekünk döntenünk kell, hogyha bármiben ezáltal nehezebben tudunk dönteni, akár az egy balesethez is vezethet. Ha pedig bármi történik a bukós isakkal, azért ezeknek is van egy, egy öregedési folyamata, tehát ezt is egy bizonyos időközönként érdemes, érdemes cserélni, attól függően, hogy hogy milyen keretek között használjuk. De én, én azt mondanám, hogy egy 3-5 évente, hogyha nem történik semmi a bukós isakkal, akkor azért érdemes lecserélni. Egyrészt, mert előregednek benne a, akár a párnák, akár az ütéselnyelőzónák, másrészt pedig... Újabb és újabb technológiai dolgok jönnek ki. Tehát azért egy korszerűbb dolog biztonságosabb mindig. A másik pedig, hogyha megsérül, ö, hát a sérülés mértékétől függően, de majdnem, hogy azt mondanám, hogy azonnali csere. Mennyire figyelnek egyébként erre oda, vagy ö, ez egy alkatrész a Szea-motornak, ha úgy vesszük, még ha nem is közvetlen tartozéka, de ö, ott hajlamosak ezt az emberek egy kicsit lazábban kezelni, mint mondjuk a motornak a, az állapotát? Mi a tapasztalat? Mert erről mennyire van rálátás. Hát itt is megvan az a réteg, aki, aki igen hajlamosabbra lazábban kezelni, azért ez egy drága dolog, tehát, hogy egy jó bukós isakról beszélünk, az egy drága, drága dolog. De utólag hiába veszünk jobbat, vagy utólag hiába vesszük meg azt, ami, ami jobb lett volna mindig előre kell gondolkozni. Tehát a kórházban már hiába mondom, hogy de jó lett volna az a bukósisak. Sok, sok embert látok régi bukósisakokkal, ami inkább a motoromhoz illik, vagy divatos bukósisak, vagy csak jól néz ki bukósisak. Nem biztos, hogy funkcionálisan is ugyanazt fogja nyújtani, mint amit a kinézetre sok sokféle bukós bukósisak van itt. Gondolok itt a nyitott bukósisakokra, a felhajtható bukósisakokra, a zárt bukósisakokra. Természetesen azt mondanám, hogy a zárt bukósisak a legbiztonságosabb, de hát nem fogjuk, nem mondhatjuk meg mindenkinek, hogy olyan bukósisakot vegyen. Figyeljen oda a biztonsági dolgokra is, ne csak az esztétikai dolgokra. A kínálatok szerez motoros jogosítványt, ők kikéri ilyen szinten a véleményeteket? Szerencsére igen. Megvan az, hogy, hogy most már az a réteg jön, aki, aki, még nem tud motorozni, nincsenek, nincsenek tapasztalatai, tehát ez lesz a nagyobb százalék. Ez ugye régebben teljesen másképp volt mondjuk, egy jó tíz évvel ezelőtt inkább azok jöttek, akiknek jogosítvány kellett, de már régóta motoroznak. Most ez megfordult, levizsgázik, meg, megismeri a motorozást, és akkor onnan, onnan indul el. És igen, kér szakmai segítséget öltözködésben, ruházatban, illetve motor szempontjából, szempontjából is. Ezért mondanám azt, hogy nagyon jó, hogy hogy egyrészt ugye nálunk már eleve ki tudja ezeket a dolgokat próbálni. Az első perctől kezdve mi is megköveteljük tőlük az alapvető biztonsági felszereléseket, fogják, fogják őket használni, és a gyakorlás folyamata alatt mind a motorral, mind a ruházattal meg tudnak úgy ismerkedni, hogy esetlegesen nekik mi lesz kényelmes, melyikben tud majd úgy közlekedni. Számít az, hogy, hogy milyen célzattal használja a motort, közlekedési eszköz, hobbi, milyen motor, hova fog vele menni, ez mind-mind befolyásolja azt, hogy milyen ruházat legyen, mit milyen motort használjon. Ha valaki munkába jár vele, és mondjuk egy öltöny-nyakkendős munkahelye van, akkor ő nem fog valószínűleg átöltözni, vagy, vagy pont az, hogy át fog öltözni. Mint hogy akkor mondjuk az öltönyre fölkap egy kabátot, és akkor megyünk. Bár láttam már ilyet is, tehát lehet ezt is. A lényeg az, hogy meglegyen a felszerelés. Ha már közlekedés, akkor az utakon nem csak motorosok vannak, hanem autósok, biciklisek, sőt gyalogosok is keresztezik a, a gépjárművezetők útjait. Mit tanácsolsz a, közö, a közlekedés további résztvevőinek, mondjuk az autósoknak, hiszen ugye téligumi van most az autók, mikor érdemes ezt lecserélni? Tájékozódjunk, időjárás, um. Ha egy kicsit visszanyúlunk a múltba, akkor ugye volt egy jó kis március 15 énk ahol sok ember benn maradt az autóban, és szerintem már jó néhányan voltak köztük nyári gumival is. Az, hogy egy-két héttel mondjuk esetleg belefutunk a jó időbe egy téli gumival, az nem hiszem, hogy problémát jelent. Persze melegebb időben jobban kopik a gumi, de legyen ez a legkisebb, legkisebb probléma, fordított esetben azért ez, ez rosszabb. Hát az elkövetkezendő 2-4 hétben szerintem biztos meg fog történni ez az át, átállás. Egyrészt ugye a gumiváltás, másrészt pedig az, hogy föl kell majd készülniük az eddig is közlekedőknek az új közlekedőkre, itt a biciklisekre, a motorosokra gondolok, talán a gyalogosok, Jobban ö, oda fognak tudni figyelni. Eddig azért a téli időszakban, amikor ö, sásak a nagy kabát, minél jobban behúzva a nyakunkat, kevésbé tudtak ö, körülnézni, vagy kevésbé néztek ö, körül. Um, most ö, előkerülnek például a színesebb ruhák is. Ö, nem az van, hogy szürkületben, egy szürke ruházatban áll valaki a nyalogát kellő és akkor csodálkozik, hogy nem veszik őt észre. Most azért szerintem minden. Oldalról könnyebb lesz az észlelés, hmm, hosszabbodnak a nappalok, Tehát sok-sok olyan pozitív dolog van, ami szerintem segíteni fogja a, a közlekedést. Lesz egy kis átmenet, amíg megszokják az új közlekedési partnert az autósok, föl kell készülni. Ez egyébként minden évben, így vagy minden tavasszal újra tanuljuk egy megszokni egymást, autósok, motorosok, biciklisek, gyalogosok? Igen. Igen. Ugye nálunk nincs meg az a, az a motoros kultúra, illetve az a az az időjárási lehetőség, hogy folyamatosan lehessen, lehessen motorozni, meg nem is vagyunk egy motoros nemzet, mondjuk, mint Olaszország, Spanyolország, meg hát ott azért az időjárás is jobban engedi, ott folyamatos közlekedés van. Igen, minden időben, vagy minden alkalommal évről évre újra és újra meg kell, meg kell szoknunk. Talán annyiban változik a dolog, hogy évről évre több motoros jogosítvány van az utakon, tehát akár amik ugye autóval közlekednek, már neki is van motoros jogosítványa, már benne is ott motoszkál, hogy de jó lenne elővenni a motort. Tehát lehet, hogy jobban fogja már ezeket a szituációkat figyelni. A tavasz a jó idő egyben azt is jelenti, hogy bátrabbak lesznek az emberek az utakon? Uh, hát ez jó kérdés. Az biztos, hogy előfordul olyan, hogy... Motorosok közül sajnos ülnek föl úgy tavasszal motorra, mint amikor leszálltak róla ősz végén. Ugyanazzal a vehemenciával, ugyanazzal a mondjuk úgy, hogy tapasztalattal, de, de nincs, tehát jobban oda kell, jobban oda kell figyelni. Illetve, ha, ha egy kicsit bátrabbak lesznek az emberek, akkor kalkuláljuk bele azt is, hogy hogy azért ezzel nő, nő a féktávolság, és sok minden változik. Tehát Megint csak azt mondanám, hogy odafigyelés is, és gondoljuk végig először, mert persze, fölgyorsítani nagyon könnyű azt a járművet, de megállítani már azért tehezebb. Ha távolságról van szó, követési távolságot mennyire tudunk, szeretünk tartani? Az apró kis ráfutásos, koccanásos balesetekből számítva ezt, ezt kevésbé gondolom. Um, illetve Ugye mindenki egy kicsit siet, már otthon lenne, és azzal, hogy akkor új, én még előrébb vagyok egy pár méterrel, vagy előfordul az is, hogy egy kicsit nagyobb követési távolságot tart valaki, akkor bejönnek elém, mert ott van egy kis hely. Én azt mondom, hogy nem tartjuk be annyira, mint amennyire kéne. De nem, általa, nem, nem tudok általánosítani, lehetne rajta változtatni biztos, hogy nagyon jó kis statisztikákat lehetne erre is, erre is kimutatni. Azzal is lehetne változtatni a dolgon, hogyha például lehetne ilyet mérni, tehát a hatóságnak volna erre, lehetősége, mert az is sokat, sokat számítana. Mert nagyon sokan ténylegesen nem tudják, hogy, hogy mi lenne az optimális követési távolság. Egyébként, ha már biztonságnál e, járunk akkor, és hatóságnál, akkor Szentendre Város Baleset Megelőzési Bizottságának tagja e, vagy, és sok közös programot szervezel a, a rendőrkapitánysággal, e, most is készültek valamire. Mi lesz? Igen, igen. Tavaly volt egy, mondhatnám, hogy egy nagyszabású rendezvényünk, e motoros rendezvényről beszélünk, ez a egy nap, egy út elnevezésű rendezvény volt. Én azt mondanám, hogy nagyon nagy sikere volt ennek a dolognak, és ennek a folytatása van, van tervben, szintén egy ilyen szezonnyitő motoros, motoros megmozdulás, megmozdulás, lenne. Ha, ha, jól emlékszem, akkor április második felére van ez most datálva, uh -huh. tehát most még gőzerővel dolgozunk ezen, hogy, hogy ez meglegyen és működjön. Csak hogy egy kicsit kedvet csináljunk a tavalyi élményeket, hogyha felidéznéd egy kicsit. Ez Nem az egy... esős indulásra gondolok, igen, hanem... Igen, egy esős indulással, <laughs> ilyen indulással kezdtünk. Ez ugye átölelte igazából a Dunakanyar, tehát Budakalászról indult, és Esztergomig tartott ez a túra. Nagyon sokan részt vettek ebben. Na, mind szervezők, mind pedig, mind pedig, a résztvevők. A résztvevőknek a száma maximalizálva volt, mert egyszerűen nem tudtunk annyi embert, annyi motorost lekezelni, mint ahányan szerettek volna jönni. És a különböző ügyességi feladatoktól, a tájékozódási feladatoktól kezdve a napzáró rendezvényen keresztül rengeteg olyan feladat volt, ami, ami, ami szerintem a résztvevőket nagyon jól egyrészt megmozgatta, másrészt volt lehetőségük esetlegesen új dolgokat is tanulni, illetve egy szórakozás, egy, egy egész napos szórakozás volt, és hozzáteszem, hogy ez az egész rendezvény ez ingyenes, ingyenes volt. Igen, és ha jól emlékszem, akkor ahogy te is mondott, több állomás volt, és a, a legelső állomásom, még Budakalászon a bevásárló központnál, szemvizsgálati lehetőség is volt. Igen, igen. Mennyire igen. figyelnek az emberek a látásukra? Ott mi volt a tapasztalat? Um, azon a helyszínen én ugye nem voltam, tehát én, én egy é. Szentendrei helyszínen voltam, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy ott, ott ez hogy, hogy, zajlott, hogy zajlott le. De, de, biztos, hogy, hogy, hasznos, és kell az, hogy az emberek erre odafigyeljenek, hiszen a közlekedésben a legfontosabb érzékszervünk, és ezt fogjuk leginkább, leginkább, használni. Nagyon sok minden befolyásolja ugye a látást, a láthatóságot, nem véletlenül hangoztatja folyamatosan a rendőrség, a hatósága látni és látszani elvet, mert az egyik legfontosabb dolog a közlekedésben. Visszatérve még egy kicsit a te állomásodról, mi volt a feladat? Ott ügyességi feladatokat állítottunk fel, tehát mondanám azt, hogy ez egy rutinpálya jellegű feladat volt. Pontoztuk a, a, résztvevőket, kezdtük azzal rögtön, hogy a gumiabroncs, ugye visszatérve rögtön az első dologra, amit tavasszal az ember megnéz, átvizsgál, a gumiabroncsnak a kopottságát, illetve a, a korát, mert az sem mindegy, hogy milyen évjáratú gumival közlekedünk. Lehet, hogy megvan a megfelelő barázdaménység, de hogyha egy régi, előregedett gumival közlekedünk, nem fogja tudni teljesíteni azt a feladatot, amit elvárunk tőle. A másik pedig, hogy a felszereléseket is leellenőriztük, hogyha valaki motorozik, akkor meg legyen a maximális felszereltsége. Azt sosem győzöm hangsúlyozni, hogy utólag már hiába veszünk felszerelést, mert ez csak, csak, akkor véd, amikor, amikor, kell, és elég, hogyha egyetlen egyszer ellátja a feladatát, már megért minden, minden anyagi ráfordítást. Úgyhogy miután ez, ez megtörtént, különböző feladatokon kellett áthaladniuk a motorosoknak. Próbáltuk úgy összerakni, hogy minden típusú motorkerékpárral megoldható legyen a feladat. Természetesen ez van, azért ez, ez egy nehéz nehéz feladat, mert vannak azért olyan típusú motorok, amik kevésbé fordulékonyak. Bár ügyesség kérdése, és mindenki a saját motorjával tanuljon meg, tanuljon meg jól közlekedni. Azt ismerje meg, és, és akkor sok-sok olyan helyzettől meg tudja kímélni magát, ami az embernek megdobogtatja a szívét és rossz értelemben. Ha jól emlékszem, akkor. Nem csak a környező településekről jöttek a résztvevők erre az eseményre, hanem az ország különböző pontjairól. Igen, igen. Ez, ez milyen ez ez volt, hogy első alkalom nagy, és már ennyire népszerű? Én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy siker, hogy, hogy mindenhonnan meg tudtuk mozgatni az embereket, de hozzáteszem azt, hogy a motoros közösség az mindig is egy összetartó közösség és odafigyel dolgokra. Nagyon könnyen megmozdíthatóak, és ha az ember egy jó programot, egy jó lehetőséget ad ö, számukra, ö, semmi más dolguk nem volt, mint ö, használni azt a dolgot, amit szeretnek, ami a hobbiuk, ami a, az életük, ami a közlekedési eszközük, és emellé még ö, kaptak feladatokat és hát persze, hogy jól érezték magukat. Legyen ez így idén és azt kívánom. Köszönöm szépen. És azt is köszönöm, hogy befáradtál hozzánk a stúdióba, beszélgessünk így legközelebb is. Minden örömmel, köszönöm szépen. Vendégem volt Kaló Krisztián, autós motoros oktató. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!